9. rész. A falnak is füle van. Azonnal tiszta vizet öntök a füleitekbe, nekem soha semmi bajom nem volt a besugókkal. A vamzernek is van becsülete, vagy ha nem is, akkor élete, ami sok mindent megmagyaráz. Oké, van ennél magasztus a figyelem is a másik iránt, de ha bűről van szó, akkor a tartótiszteket vonnám kínpadra, illetve az állambiztonsági faszkókat. Őket soha semmilyen rendszer nem ítéli el, kérdőre nem vonja, nyilvánvalóan rendkívül hasznosak a fennálló sötét hatalom számára. A legfontosabb besugó nekem Bódi Gábor volt, őt tekintem a szellemi mesteremnek. Arról is meg vagyok győződve, hogy életének fonalát a Stasi vágta el Berlinben, mikor ki akart szállni a csónakból. De kiváló szellem volt Tarr Sándor, vagy Szabó István, Major Tamás, nem is szólva MGP-ről, akit azért annyira nem csíptem. Valószínűen több besugóm is volt, szeretett hazámban, de én ebből csak egyet ismertem, Gézát, mert odajött hozzám a büfébe, és közölte velem, hogy mivel bízták meg, és az lenne a szerencsés, ha ezeket a jelentéseket együtt készítenénk el. Valóban ez volt a módja, hogy a megzsarolt ügynök erkölcsileg szabaduljon a kétes helyzetből. Veszprémben volt egy fotós barátunk, Zoli, akit elkaptak, megzsaroltak, és csak úgy engedték ki a présből, ha a barátait áldozza fel. Ő nagyon okos, azonnal bevallotta nekünk, hogy mi az új foglalkozása, sőt, az egész városban terjeszteni kezdte, aminek a vége az lett, hogy egy idő után nem számított rá a hatalom, rá, mint megbízottra. Vágás. Családunkban majdnem hagyománynak tekinthető, hogy egy árva gyereket fogadunk be. Így volt ez már az 50-es évek elején is, így lett anyámnak egy fogadott testvére. Neveket nem írom, mert mondom, a besugókat megbélyegzik a tartótisztek. Jófejű gyerek volt, emiatt a jogi egyetemre is felvették, és itt megfertőződött balról, vagyis maoista lett, olvasta a kínai polgárháború hősének kis könyvét, és ahogy én hittem Marxnak, ő hitt a marxizmus megújhodásában. A meglehetősen kommunisták gyűlölik a baloldali gondolkodókat jobban a szélsőjobbos náciknál. Tehát anyám testvére hamar kapott egy csini kullancsot a nyakába. Talán az orosz példa miatt szívesen használtak nőket erre a célra. A trükk a szexuális függésben rejlett, de ez kétélű fegyver. A megfigyelt személy közelsége rendkívül problémássá válhat, mert mi van akkor, ha az ellenségből szeretett testvér lesz? Jézus is ezzel próbálkozott, amikor a bosszú elve helyett az ellenség szeretett nonsense parancsát hirdette. A lényeg, hogy rövid egy év alatt az ügynök beleszeretett az ideológiai bűnözőbe, és a szerelem megváltoztatta egész eddigi életüket, aminek következményei voltak, vannak. Például született két gyermekük, mind a mai napig együtt vannak. A szerelem annyira erős hatalom, hogy még az AVH is meghajolt előtte, végül kiengedte a markából a lányt. Ezt a történetet legkedvesebb magyar írón Spíró György is szívesen megírta volna, valószínűleg sokkal jobban, mint én. A 90-es évek elején beszélgettem Jelenics Istvánnal, a piarista rendfőnökkel, és rákérdeztem, mi lesz a békepapokkal. Ők lényegében Krisztust és a nyájat árulták el a hitetleneknek. Azt válaszolt, hogy nem lényeges, Tibor, ez biológiai kérdés, szép lassan kipusztulnak. Érdekes, nagyon okos ember, mégis hatalmasat tévedett. Szerintem a gyónási titoktartásban sem hisznek, ha a hatalom, a pénz vagy más földi fasság kezébe kerülnek. Talán nem véletlen, hogy Dante isteni színjátékában a pokol tornácán ilyenek ücsörögnek. Hálát adok az Istennek, hogy nem viselek reverendát.